Az Egytál törődés című adventi jótékonysági főzésfehér sátrát már messziről észre lehetett venni, ha vasárnap a Városháza téren jártunk, hiszen a karácsonyi dallamok mellett a szarvas raguleves finom illata szállt a levegőbe. A kezdeményezés keretében öt séf, Adamek Balázs, Bars Tamás, Sejmes Péter, Tőkés Dániel és Urrik Tamás kitelepültek a főutcára, majd délután adomány fejében kiosztották az elkészült ételeket. Jó magam és három kollégám, aki itt áll, a Lecsó Főző Fesztiválon mi voltunk a zsűrik, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi lenne, hogyha ezt a dolgot tovább vinnénk és elkezdenénk jótékony céllal is főzni, és megcéloznánk a városi lakókat arról, hogy valamit tegyünk a városért is, meg persze ilyenkor a gyerekekért, és igazság szerint ebből jött az egész ötlet, és ezt hála Istennek meg is tudtuk valósítani. A séfek az ételből befolyó összeggel a fehérvári Befogadlak Baptista gyermekotthont és a Fejérvár megyei Szent György Kórház újszülött, csecsemő és gyermekosztályát támogatják. Itt a helyszínen ugye kihelyezünk egy nagy becsületkasszát, azért tájékoztató jelleggel kiteszük azt is, hogy körülbelül mennyi egyébként a bekerülési költsége egy tál ilyen ételnek, de nyilván mindenki a lehetőségeihez mérten, ha tud adakozni, akkor azt megköszönjük. Az egytáltörődés a sport szerelmeseit is az adakozásra invitálja, a Fehérvár FC, a Fehérvár AV19 és az Alba Fehérvár mezeket és dedikált labdákat ajánlott fel a nemes cél érdekében, melyeket a kezdeményezés Facebook oldalán keresztül elárvereznek a szervezők, és a befolyó összeget természetesen szintén a gyermekotthon és a kórház támogatására fordítják.